Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Vihar komoly károkat okozott az intenzív esőzés cikón. Nem lesz boltzár, a fizetéseket kell rendezni a munkaerőhiány csökkentésére. Rezsicsökkentés fával október közepéig lehet igényelni. Parlagfű, tavaly 500 ezer forintos volt a legnagyobb bírság. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Komoly károkat okozott a hétfői vihar cikon. Az önkormányzat és a művelődési ház épületéből még szerdán is szivattyúzni kellett, az alagsorokban felgyülemlett vizet, de az utak aszfalt burkolata is több helyen megsérült. A településen azt mondják, legkorábban hétvégére állhat helyre a rend a faluban. Seprűvel és kifejezetten ezért vásárolt szivattyúval próbálták kiszárítani a helyi művelődési ház alagsorát cikon. Az önkormányzat épülete ugyanígy beázott. A településre hétfő éjjel csapott le a vihar. Másfél óra alatt több mint 100 mm eső hullott. Ilyen magasságban folyt a víz. Ezt a gázóra szekrényt is elfordította, most tettük vissza a helyére. Pillanatok alatt lépett ki a medréből a településen keresztül folyó patak. A hatalmasra duzzadt vízfolyás átbukott a híd felett is. Akkor a károk keletkeztek a faluba, hogy eldugult a sok törmeléktől az egyik hídunk itt a főutcán, és ez még véget megemelkedett a vízszint olyan szinten, hogy a főutcán ilyen 40-50 centis vastagságban folyt a víz végig mindenhol. Nem csak a medréből kilépett patak okozott gondot cikon. Látszik is a hátam mögött nagyjából 30 méter hosszan teljesen kidőlt a kerítés, ezt már a település polgármestere közmunkásokkal együtt állította vissza. A faluban épp aszfaltozást végez egy cég. A polgármester tőlük kért kölcsön munkagépeket, hogy el tudják kezdeni az utcákon maradt iszap eltakarítását. A helyiek pedig összefogtak, hogy minél előbb felszámolják a károkat. Összegyűltünk és elkezdtük szedni a szemetet, amit a vihar lehordott. És akkor végigmentük az átkon, egészen föl a központig, és akkor zsákokból gyűjtöttük és összeszedtük. A cikon okozott károk felszámolása még napokig eltarthat. A kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének kezdeményezését a kormány elutasította, így továbbra is nyitva maradnak a boltok vasárnap. A döntésről a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondta, helyes lépés volt. Fischer Sándor a bérrendezésében látja a megoldás kulcsát. Hiába fordult a miniszterelnökhöz a kereskedelmi dolgozók független szakszervezete a vasárnapi boltzár újbóli ötletével, a kormányzat gyorsan döntött a nemleges választól. A szakmai kamara Tolna megyei elnöke úgy véli, a munkaerőpiaci problémák kezelésére más módot kell találni, mint ezt az egyszer már sikertelen kísérletet. Nem ez a megoldás. Tehát egészen más megoldás kellene, ami az emberek megtetszik, és az már bebizonyosodott, hogy a lakosság többsége, nagyon nagy többsége, igenis továbbra is azt akar, hogy vasárnap nyitva legyen. A vasárnapi boltzár ötlete a munkaerőhiány kezelésére vetődött fel. Fischer Sándor azt mondja, jelentős munkaerő jelent meg a kereskedelemben azok után, hogy megemelték a szektorban a dolgozók fizetését. Egy bolti eladó, és ez nem a kiemelt ugye, kategória, a 197 ezer forintot kap bruttóban, ha mondta. Ami a korábbi évekhez viszonyítva azért ez jelentős növekedést jelent. Én úgy gondolom, hogy következő évben ez még emelkedik elég jelentősen, és ez tovább fogja vonzani az embereket, hogy ezt a szakmát válasszák. Mindez tovább fogja erősíteni azt a folyamatot, hogy a kereskedelem megélhetést biztosít hosszabb távon is. Ha nem lesz bérrendezés más területeken, akkor a dolgozók átvándorolnak majd a kereskedelem és a szolgáltatási szférába. Nincs más megoldás, mint az általános bérrendezés annak érdekében, hogy kiegyenlítődjenek a szakmák és a földrajzi elhelyezkedésből adódó különbségek, mondja a kamara elnöke.
A fával, szénnel, palackos gázzal fűtők is megkapják a kormány által beígért rezsicsökkentést. Ezt a támogatást Szekszárdon is lehet igényelni október 15-éig. A nagy érdeklődésre való tekintettel kibővített ügyfélfogadási időben lehet leadni a támogatási kérelmeket. Minden évben segíti a rászorulókat Szekszárd önkormányzata. A város tavaly 173 rászoruló családnak juttatott ingyenes tűzifát. 2017-ben 9 millió forintot szántak erre a célra. Egy család 15 mázsa tűzifához jutott így hozzá. Idén is segíti az önkormányzata rászorulókat, de most egy kormányzati programon keresztül. Valójában a kormány hozott döntést már július végén arról, hogy azok a háztartások is igényelhetik a rezsitámogatást, amelyek eddig abból kimaradtak, hiszen eddig a távhővel, illetve a vezetékes gázzal fűtő háztartások részesülhettek ilyen támogatásban. Most ennek a kormány döntésnek a hatására azok a háztartások is igényelhetik a támogatást, amelyek tűzifával, szénnel, fűtőolajjal, tartályos vagy palackos gázzal fűtenek, vagy pellettel, brikettel. Ahhoz, hogy valaki hozzájusson ehhez a támogatáshoz, egy igénybejelentő lapot kell kitöltenie, és leadnia a városházán vagy a szociális igazgatóságon. Az igénylést azt október 15-éig lehet benyújtani, ez egy jogvesztő határidő, tehát ezt követően sajnos nem tudunk befogadni igényeket, hiszen nekünk október 17-én már továbbítanunk kell az összesítést. A rövid határidőre és a nagy érdeklődésre való tekintettel 2 hétig ezeken a helyeken kibővített ügyfélfogadási időben, utána pedig a szokásos időpontokban lehet leadni a támogatási kérelmeket október közepéig. Ezeket a belügyminisztérium még abban a hónapban összegzi, a kormány elé terjeszti, majd elutalja az önkormányzatoknak a szükséges összeget. Becslések szerint 800 ezer háztartás van az országban, ahol nem vezetékes gázzal fűtenek. Ha minden jól megy, térre ők is megkapják a beígért támogatást. 2 millió forint topforrásból korszerűsítették a Bonyhádi Varázskapu óvoda és bölcsöde Várajai Játszóház óvodát. Az elmúlt másfél évben a Bonyhádi térség 9 óvodája és 1 bölcsödéje közül 5 intézményt újítottak fel, mintegy 350 millió forintból. 350 millió forint top forrásból az elmúlt másfél évben 5 óvoda újult meg Tolna megye Bonyhádi térségében. A Bonyhádi Varázskapu óvoda és bölcsödéhez 10 tagintézmény tartozik. A Várajai Játszóház óvodásainak avató ünnepi műsorát látjuk. A Várajai tagintézményt 22 millió forintból korszerűsítették. Az intézményt akadálymentesítették, a vizes blokkokat, konyhát korszerűsítették és a burkolatokat megújították. Pontosan egy évvel ezelőtt a Bonyhádi Ficánka óvoda átadóján lehettek ott az érintettek, mondja Filóné Ferenc Ibolya, a Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnöke. Aztán követte a kisvejkei, a kisdorogi átadás, ma a Várajai, de az izményéről is szó esett, ott is minden elkészült, a tanévot is rendben elindult, csak még az ünnepélyes avaton nem voltunk túl. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az ünnepségen elmondta, a felújításokkal többek között azon a mély demográfiai válságon kívánnak javítani, ami az egész Kárpát-medencében megfigyelhető. Nem csak ebben a körzetben, hanem megyeszerte, illetve országszerte újítottuk meg az óvodákat, illetve nyugodtan mondhatom azt, hogy az egész Kárpát-medencében törekedünk arra, hogy mindenhol, ahol magyar gyermek él, vagy vegyes házasságból született gyermekek élnek, mindenhol magyar intézményt tudjanak választani. Ezért itthon elsősorban uniós pályázatokból újítjuk fel, illetve építünk új óvodákat, bölcsödéket, és a határon túl pedig saját hazai forrásból. A közeljövőben napelemeket telepítenek, aminek köszönhetően nagyban csökkennek az intézmény fenntartási költségei. Évek óta napirenden volt egy mini bölcsőde létrehozása azonban. A településen 2009 óta 5-3 év alatti gyermeket tudtak egységes óvodai bölcsődei csoportokban fogadni. Idén ősszel már külön az elvárásoknak és a szabályoknak megfelelő felújított épületrészben fogadják a 3 év alatti gyermekeket.
A szeptemberi tanévkezdés előtt néhány nappal még üresen áll a zombai térségi óvodában helyet kapó mini bölcsödeterme. A nyár folyamán válaszolva szülői igényekre alakították ki a 3 év alatti gyermekeknek a bölcsödét. Szeptembertől 8 fővel indult el a csoport. A csoportba kell egy kisgyermekgondozó nevelő, egy bölcsödei dajka. Ez a 2 személy fel lett már véve, és szeptember 1-től alkalmazzuk. A tárgyi feltételeknek a biztosítása úgy a csoportszobában, mint az udvaron. Hát ez már egy kicsit hosszabb időt vett igénybe. Megkapva ezt a listát, szabtuk egyénre, személyre ennek az elvárásnak megfelelően a bölcsödés csoportszobánkat. Így került a csoportszobába rácsos ágy és mászóka, ami a még biztonsággal járni nem tudó legkisebbeknek szükséges, de kötelező a nyitott polcrendszer, az étkezéshez és játékhoz is szükséges asztalkák és székek, az előszobarész pelenkázóval és öltözőszekrényekkel, valamint a fürdő és mosdóhelység zuhanyzóval. A mini bölcsöde a Szociális Minisztériumhoz tartozik, tehát TAJ lejelentés alapján fogadják a gyermekeket. A szülőknek csupán a gyermek étkeztetését kell kifizetni. Az elkövetkező napokban a parlagfű pollen koncentrációja várhatóan továbbra is jellemzően a magas, nagyon magas tartományban alakul, derül ki a Tolna megyei kormányhivatal jelentéséből. A gazdáknak július 1-ig volt idejük arra, hogy parlagfű mentesítsék a területüket. Tavaly 500 000 forint volt a legnagyobb kiszabott bírság. Minden járásban előfordul számos település, ahol éppen tehát található parlagfű, tehát mind a szekszárdi, tamási, bonyhádi járásban. Nincsenek kiemelkedően fertőzött területek. Elsősorban a tarlókon erősödik meg a parlagfű, ha nem kezelik kellő módon és időben. Nem kirívó eset, hogy ez az agresszív növény 2 méteres magasságúvá nő. A járási földhivatal munkatársai folyamatosan ellenőrzik a fertőzöttséget. 60 000 hektárnyi terület került eddig le ellenőrzésre, csak hogy értsék a kedves nézők is, ez a Tolna megye termőterületének közel 25%-a, és ez idáig 87 alkalommal került sor a jegyzőkönyv felvételezésére, azaz ennyi parlagfű foltot találtak. Ez több mint 87 hektárnyi területet érint, ami több mint 100 ingatlant jelent. A tavalyi esztendőben, ahogy évek óta is átlagosan, 100-130 közötti jegyzőkönyv készül a parlagfüves területekről. 2017-ben 3,5 millió forint bírságot szabott ki a kormányhivatal szakirányú szerve, a legmagasabb tétel 500 000 forint volt. 140 körüli az eljárásunk, ami ehhez képest azért sokkal több ügyfelet érint, mert egy-egy eljáráson belül több ügyfél is lehet. Az esős időszak rányomta bélyegét a védekezésre. Az elmúlt napokban esett közel 100 mm-nyi csapadék is hátráltatja a védekezést. Igaz, leveli a pollent is, így az allergiások könnyebben éltek. A Mozgás Korlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége közel 730 millió forintot nyert egy uniós pályázaton, amivel olyan súlyosan sérült embereknek segít, akik csak plusz eszközök segítségével tudják használni a számítógépet. A fejlesztés eredményeként 600 súlyosan mozgássérült ember jut az egyéni kommunikációs igényeinek megfelelő eszközökhöz. Addig kell nézni, körbeér a... Uh-huh. És akkor mehetsz a következőre a nyillal. Éppen az úgynevezett szemvezérelt kurzort, vagy ahogy maguk között mondják, szemegeret próbálja ki Bálint. A betegsége miatt 30 éve kerekesszékben élő férfi azt mondja, jó, hogy ilyen eszközökhöz lehet hozzájutni, a súlyosan fogyatékos, mozgássérült és kommunikációban akadályozott embereknek ugyanis olyan hétköznapi problémákat kell rendszeresen megoldaniuk, mint a villanykapcsoló lekapcsolása, vagy éppen a redőny felhúzása. Abszolút el tudnám képzelni ezt a rendszert egy olyan okos otthon részeként, ahol csak belekukkantok ebbe a vezérlőbe, és akkor egy kijelzőn láthatnám azt, hogy hogyan tudom vezérelni mondjuk a redőnyöket föl a házban, vagy a garázskaput kinyitni, vagy bármilyen egyéb rendszernek az üzemeltetését. Egy uniós program révén országszerte 600 súlyosan mozgássérült ember jut speciális eszközökhöz. Nagyon sokan csak egy laptop, idézőjelben csak egy laptopot és egy notebookot fognak kapni, mert ezzel már mondjuk felkészülhetnek, hogy ők munkába állnak, tanulnak, stb.
illetve mondjuk a kéz vagy a kommunikációban sérült embereknél, ezek kiegészítő asszertív eszközöket is kapnak, itt pedig általában egy vagy két eszköz mostani tudásunk szerint elég ahhoz, hogy ők tudják használni a számítógépet. Az elnyert 730 millió forintból nem csak eszközöket adnak a mozgáskorlátozott embereknek, hanem gyakorlati alkalmazást támogató mentort is biztosítanak. Az országban 20 ilyen pontot alakítanak ki, az egyik Szekszárdon lesz. Mindenképp az lenne a célunk, hogy akár munkába is visszatérjenek, pont ezért a 18 és a 60 év közöttiek vehetnek részt ebbe a programba, tehát csak az aktív korúak egyenlőre. Becslések szerint Tolna megyében 10 000 mozgáskorlátozott ember él. Nem igazán szerencsés a sorsolás a 4 Tolna megyei labdarúgó csapat számára a Magyar Kupa főtábláján. Legjobban a megyei első osztályú középcsapatnak számító Bátaszék nyúlt bele a kalapba, kikapták belőle a Magyar Kupa címvédő Újpestet. Ez mindenképpen a korai búcsút feltételezi, de teljesült az a vágyuk, hogy elhozzanak Bátaszékre legalább egy patinás nagy csapatot a kupában. A szintén megye 1-es Bonyhád, az MB2-es Budafokot, az MB3-ban jó rajtoló szekszárdi UFC szintén egy másodosztályú MB2-es csapatot, az erősnek látszó Dorogot kapta ellenfélnek. Bravúrnak számítana a tovább lépés. Miképpen a Baranya megyei első osztályban játszó Siklósnak az, hogy otthon játszva is elbúcsúztassa az NB1-es paksi esélyt. A mérkőzésekre szeptember 21-én vagy 22-én kerül sor. A régió híreivel folytatjuk a híradót. Ősszel is vonzó, már a szezonon túli programokra készülnek a Balatonnál. 41 alkotást láthat a közönség egy héten át, elkezdődött a Seven Hills Nemzetközi Filmfesztivál. Egyenesen a középkorba csöppelhetünk, középkori tantermet avattak Pécsen. Kiváló szezon zártak a Balatonparti vendéglátóhelyek. Ez a többi között a kedvező időjárásnak, illetve annak a turisztikai elképzelésnek is köszönhető, hogy a magyar tenger, mint kiemelt desztináció, nem csak strandidőben látogatható. Az idei szezonban számtalan fesztivál, kulturális rendezvény is várta a pihenni vágyókat a tó körül. Az elmúlt egy évben jelentősen, közel 10%-kal nőtt a belföldi turizmus, azon belül pedig kiemelkedően nőtt a Balaton népszerűsége. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szavai szerint komoly előrelépés történt. Nyilván a Balatonnál az egy örökzöld téma, hogy mit lehet csinálni szeptembertől és a téli hónapokban. Szerintem azzal, hogy egyre több jó, sokszínű szolgáltatást nyújtó szálloda épül föl. Ez lehetőséget ad arra, hogy szeptembertől május végéig is sokan választják a Balatont pihenőhelyül. A vendéglátásban dolgozók azt mondják, a korán jött és még most is tartó jó idő is segített abban, hogy kiemelkedő szezon tudjanak zárni. Tulajdonképpen nagyon korán elkezdődött, mert már lehet azt mondani, hogy április közepén már szinte főszezoni forgalmakat lehetett itt a Balaton mellett elérni, és hát a mai napig tart, úgyhogy egyáltalán nincsen vége, úgyhogy tényleg még azt lehet mondani, hogy gyönyörűen tart itt a Balatonnál a szezon, és én szerintem most ki lehet mondani, hogy a tökéletes szezon az így néz ki mindez idei. A szálláshely kiadók és szállodák is szinte végig teltházzal üzemeltek. Ennek két összetevője van, úgy gondolom. Egyrészt, hogy a Balatonpart az mindig is egy nagyon népszerű desztináció, hogyha nyaralási helyszínt kell kiválasztani. A másik pedig az, hogy egy jó időjárás is társult mindehez. Tehát megvolt ez a lehetőségünk ahhoz, hogy a foglalások közötti, hogy úgy mondjam, lyukakat így az idő jó időre való tekintettel is fel tudtuk tölteni, úgyhogy közel 100%-kal tudtunk menni az iskola végétől egészen ugye mostanáig. Szeptember közepéig még a strandok jó része is nyitva tart, igaz már kevesebb szolgáltatással, és mindenki csak a saját felelősségére használhatja. De az ősszel érkezőket is számtalan szüreti felvonulás, halfesztivál és egyéb gasztronómiai, kulturális, valamint aktív pihenés is várja a Balatonnál. Elkezdődött a Seven Hill Nemzetközi Filmfesztivál. A megnyitó ünnepséget szeptember 3-án a Kodály Központban rendezték meg.
Az épület előtt vörös szőnyeg várta a sztár és díszvendégeket. A koncertememben a köszöntő beszédek után a Voice Singers kórusa adott műsort. Emellett Pécs ifjúsági díját, a Márk Tamás díjat is átadták egy a közgyűlés által kiválasztott fiatal pécsi filmesnek. Mr. Vernon Wells, his wife Grace. Vernon Wells a Mad Max filmek sztárja is a vörös szőnyegre lépett a Kodály Központ előtt. A hollywoodi színész és filmszakmabeli kollégái a Seven Hills Nemzetközi Filmfesztiválra érkeztek Pécsre. A mozik neves szakemberei mellett az idei díszvendéget, a Bahrejni királyi családtagját is köszöntötték a vendégek soraiban. A megnyitó ünnepségen azt mondta, nagyon örül annak, hogy egy ilyen fesztiválon kiemelt szerepet kap, hiszen szorosan kötődik országához ez a szakma. Bahreinben létesülhetett a világon először nyitott mozi. Ezután 1938-ban szintén elsőként filmszínház is épült. Ez volt az egyetlen teljes felszereltségű teátrum az arab térség ezen részén. Országunk mindig is támogatta a művészeket, hiszen bővelkedünk fiatal tehetségekben, legyen szó rendezőkről, színészekről, vagy akár filmgyártásról. A rendezvényen Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár végül nem tudott részt venni, így szavait Bősze Ádám, a gála moderátora tolmácsolta. Amikor elolvastam a fesztivál meghívott vendégeinek és gazdag programjának leírását, az jutott eszembe, hogy így kell egy fesztivált megálmodni, így kell egy fesztivált létrehozni. Ilyen egy 21. századi nemzetközi filmfesztivál, amely egyszerre kapcsolódik és viszi tovább a hagyományokat, és egyszerre mer nyitni az új szemlélet az új kezdeményezések felé. Az eseményen a Voice Singers kórusa adott ünnepi műsort, melyben filmzenéket énekeltek, illetve játszottak hangszereken. Idén egyébként egy új elemmel bővült a megnyitó. Átadták ugyanis Pécs ifjúsági díját, melyet ezúttal egy fiatal filmesnek, Herstáb Martinnak ítélt oda a pécsi közgyűlés. Ez egy mondjuk egy általános igény volt, és ugye van egy külön díjunk a fiatal pécsi tehetségek számára, Márk Tamás díj. Ilyen módon azt kell mondjam, hogy ebben az évben nem volt vitás, hogy Herstáb úr kap meg ezt a címet, úgyhogy örülök neki és gratulálok neki, sok sikert kívánok a további pályafutásához. A Seven Hills Nemzetközi Filmfesztivált egy héten át látogathatja a közönség. Egyenesen a középkorba csöppenhetünk Pécset. Olyan egyedülálló egyetemtörténeti tantermet alakítottak ki és adtak át ugyanis a Pécsi Tudomány Egyetem állam és jogtudományi karán, mely Bolognán kívül csak itt található. A termet Korinek László professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja álmodta meg, Lukács Zsófia belső építész tervező valósította meg, és az egyetem oktatási célra használja majd. 20 millió forintból valósult meg az az emlékterem, melynek ötlete 20 évvel ezelőtt született meg. Az egyetem történeti tantermet az új tanév elején adták át a PTL jogi karán. Ez a terem, főleg, hogy az ember kinéz a folyosóra, a múlt és jelen találkozás. Azt, hogy méltó a hagyományaihoz ez az intézmény, és amire meg használni fogjuk, nyilván oktatási célokra, tehát úgy tervezzük, hogy itt szemináriumok tartására sor fog kerülni. Az ablakokon kinézve a korabeli Pécs eleve meg előttünk. Mindemellett vezeték nélküli internet, valamint a laptopok, tabletek számára áramforrás is rendelkezésre áll, természetesen elrejtve a középkori faburkolatok alá. Elég sokat kellett kutatni hozzá, hiszen nem volt ugye készen sehol se, nem tudtuk megtekinteni, hogy milyen volt egy középkorban egy egyetemi oktatóterem, úgyhogy nagyon sok analógiát kellett megkeresni, illetve sokat, minél többet az volt a cél, amit alapvetően ugye ábrázolásokba tudtunk megtalálni, ezek főleg miniatúrák voltak, illetőleg tehát középkori oktatóknak a síremlékein kifaragva, tehát ezek voltak számunkra segítségül. A termet a középkori oktatásból fennmaradt különleges, eredeti tárgyak is ékesítik. Így például a románkori székesegyházból származó kőfaragványok és egy Pécset vert ezüstdénár ugyanebből a korból. Van egy olyan gótikus kulcs, ami látható az egyetem címerében is, egy kisebb változatban, és van egy igaz, hogy nem annyira öreg, 200 évvel fiatalabb, egy 1577-ből származó egyetemi tankönyv, ahol tudjuk, hogy egy Johannes Tager nevű hallgató írt bele,
és tudjuk, hogy mikor volt szerelmes, mikor volt csalódott, milyen jó mondásokat jegyzett fel, tehát a hangulat azért középkori. Fábián Adrián a kardékánya hangsúlyozta, elsősorban oktatási célokat fog szolgálni a terem, de természetesen nem zárják ki a nem egyetemi polgárságból kikerülő érdeklődőket sem. A padok bekoptatása pedig a hallgatók és látogatók feladata lesz, vagyis a patinát a ma emberének kell a középkori emlékekhez adnia. Műsorunk végén tekintsük át a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Vihar, komoly károkat okozott az intenzív esőzés cikom. Nem lesz boltzár, a fizetéseket kell rendezni a munkaerőhiány csökkentésére. Rezsicsökkentés fával október közepéig lehet igényelni. Parlagfű, tavaly 500 ezer forintos volt a legnagyobb bírság. Csütörtökön is sok napsütés várható, csak kevés gomoly felhő képződhet, de ezekből csapadék nem hullik. A szél gyenge lesz és északi, északnyugati irányú. Este, valamint éjszaka csendes, nyugodt, eseménytelen idő valószínű. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!